Üdvözlök mindenkit a Digitális Téma Hét webinárium sorozat újabb előadásán! A mai előadónk Novák Károly lesz, aki a Learning Apps és a tankockák legendás tudorait Magyarországon, és hát nem mellesleg nem régiben nyerte el a Suli Network díjat, úgyhogy ezúton is gratulálunk neki ehhez és hát egy újabb érdekes előadásnak nézünk elébe, nem is húzom az időt, át is adom a szót. Köszönöm szépen Attila felkonfot. Elnézést kérek előre is, a hangom az most nem tökéletes, de remélem, hogy kibírja majd egész végig. Amint látjátok, én most nem egy prezentációval készültem, hanem a képernyőmet osztottam meg nektek mert hogy szeretnék gyakorlati tanácsokat adni mindenkinek. Biztosan vannak itt olyanok, akik már jól ismerik a tankockákat, esetleg olyanok is, akik nem annyira, úgyhogy én igyekszem mindenkinek hasznos információkat adni majd. Hát először is, amint látjátok, a, most azt látni a, a képernyőn, a kockalapok.hu oldalát láthatjátok ami még nem a Learning Apps, hanem annak a magyar társoldala, amit kis csapatunk hozott létre, ami praktikus benne, hogy mondjuk aki esetleg nem tud angolul, és nehezebben írja le azt, hogy learningapps.org, akkor az, ha azt írja be, hogy kockalapok.hu, akkor is nagyon hamar el tud jutni a felületre, mert hogyha ide kattintotok, a Learning Apps uh, ikonjára, akkor már is ott vagytok az oldalon, illetve innen el lehet jutni a tankockapocsba is, ami a mi Facebookos uh, csoportunk, aminek most már több mint 3000 tagja van, úgyhogy aki még nem tag, azt nagyon szívesen várjuk. Ez arra jó, hogy uh, itt konkrét tanácsokat tudunk adni, vagy pedig uh, kérdéseket megválaszolni, vagy pedig, hogyha valakinek uh, valamilyen technikai problémája támad, akkor azt is meg tudjuk válaszolni elég hamar. <kül> és akkor ezek után át is mennék a Learning Apps oldalára. Az oldalt kétféleképpen használhatjuk, bejelentkezés nélkül vagy bejelentkezve. Nyilván bejelentkezve több funkció érhető el, de azért megmutatom azt is, hogy bejelentkezés nélkül mit lehet elérni. Hát először is ugye válogathatunk a tankockák között, itt vannak kategóriákban a tankockák és szűrhetünk szintekre, ez is egy elég fontos funkció. Tehát, hogyha mondjuk kicsiket tanítunk, akkor célszerű mondjuk ezt a szűrőt beállítani, rögtön látjuk, hogy átugrik a találat, más találatot látunk, hogyha így állítjuk be, vagy hogyha mondjuk megpróbáljuk a nagyoknak, akkor pedig ezt láthatjuk. Uh, remélem, hogy csak Marianna nem hal. Oké, okay. <laughs> köszönöm. Uh, szóval itt lehet állítani azt, hogy uh, hogy uh, milyen korúaknak szeretnénk tankockát keresni. És hát természetesen itt vannak a tantárgyak is, amik között keresgélhetünk. Tehát, hogyha mondjuk engem a matematika érdekel, és felső tagozatban tanítok, akkor így tudok eljutni a legjobb keres, uh, találatokhoz. <laughs> és aztán igazából. Igazából a következő két menüpontot már csak akkor tudjuk kihasználni, hogyha bejelentkezünk. Úgyhogy akkor én át is ugrok egy bejelentkezett felületre. Hogyha bejelentkeztünk, akkor azt láthatjuk, hogy a tankocka készítése mellett megjelenik még egy olyan is, hogy osztályaim. Azt még nem mondtam, de esetleg fontos lehet másnak is, aki idegen nyelvet tanít hogy a felület nem csak magyar nyelven érhető el, hanem összesen 20 nyelven, és itt tudjuk ezt változtatgatni. Ez azért is lehet fontos, mert hogyha <kül> mondjuk valamilyen, keres, valamilyen tartalmat nem találunk meg magyarul, akkor lehetőségünk van arra, hogy mondjuk az általunk ismert nyelveken keressünk, és nagyon jó kis tankockákat lehet találni idegen nyelven is, amiket pedig le is fordíthatunk, hogyha akarunk. Erről még fogok majd beszélni. Tehát most maradok nyilván a magyarnál, és először is azt mutatnám meg, hogy hogy milyen egyszerű a tankocka készítés folyamata, mert azt gondolom, hogy ezzel lehet meggyőzni a kollégákat a legkönnyebben, hogy, hogy ez, ez tényleg egy, egy nagyon gyors lehetőség. Még mielőtt magunktól készítenénk tankockát, én azt szoktam mondani, hogy hát először próbáljuk ki azt, hogy van mondjuk egy olyan tankocka, ami nekünk tetszik, de még mondjuk nem, ta, nem tanulták a, a tanulóink azt a, a, azt a tartalmat, amit meg szeretnék tanítani, vagy nem az egészet, akkor nagyon egyszerűen át tudok alakítani egy tankockát. Tehát például mondjuk kiválasztom a művészetet és uh, nyilván most egy olyat választottam, amit én készítettem, úgyhogy azért könnyebb lesz a dolgom. Ez egy uh, memória játék lesz, és akkor azt mondom, hogy uh, nagyon tetszik nekem ez a memóriajáték, tehát hogyha rákattintottam, akkor ugye megnyílik a felület, és uh, az a feladat, hogy keresd meg az összetartozó festményeket, minden festőtől két képet találsz, nevezd meg az alkotókat. És... Uh, hogyha már végig játszottam mondjuk ezt a tankockát, és azt vettem észre, hogy van benne olyan festmény, amit, amit, nem ismerek, de a többi azt tetszik, akkor nagyon egyszerűen arra kell kattintanom, itt egy kicsit lejjebb megyek, és akkor látom azt, hogy hasonló tankocka készítése, és itt van egy ilyen legördülő lista, Hogyha erre rákattintok, akkor azt kapom, hogy hasonló tankocka készítése, vagy új üres tankocka létrehozása ezzel a sablonnal, illetve további ezzel a sablonnal készült tankockák mutatása. Ez is fontos lehet, majd beszélek róla. De először most akkor az eredeti gondolatvonatemet folytatom. Tehát azt mondom, hogy nekem nagyon tetszik ez a tankocka, de bizonyos képeket kihagynék belőle. Akkor rámegyek erre, hogy hasonló tankocka készítése és már is azon a szerkesztési felületen vagyok, ami azt gondolom, hogy a Learning Apps-nek az egyik legnagyobb előnye, hogy nagyon-nagyon egyszerűen tudjuk létrehozni a tankockákat. Tehát itt volt a tankockának a címe, ez maradt kőlényszeti memória. A feladat leírást is hagyom. És választhatok a, kártya, a kártyák mérete között egyébként ennél a fajta tankockánál. Azt mondom, hogy közepes méretű, nagyméretű vagy kisméretű kártyák legyenek. Itt az eredeti nagyméretű volt, de mondjuk én azt mondom, hogy az én diákjaim mobileszközökön szeretnék ezt a feladatot megcsinálni, akkor a nagyméretű kártyák helyett a kisméretű kártyákat fogom választani. És azt mondom, hogy hát itt látom azt, hogy 8 pár van. De nekem mondjuk ez sok lesz, mert, mert van, amit még az én diákjaim meg, nem tanultak, mondjuk nem tanulták még, meg tudom nézni itt az előnézeten egyébként, hogy mik azok a képek, amikről itt szó van. Tehát ez a két kép itt Paul képe. Azt mondom, hogy az én diákjaim még nem tanulták, nem ismerik polklét, akkor ezt a párost egyszerűen kitörlöm innen, és mondjuk mondjuk, mondjuk itt már ismerik, akkor azt nem szedem ki, de mondjuk, Picasso-t még nem ismerik, akkor azt mondom, hogy akkor Picasso-t is törlöm a listából. És hogyha meg vagyok, akkor természetesen adhatnék hozzá további elemeket, de most egyelőre nem akarok. Még mutatom tovább a, a sablonnak a lehetőségeit. Kétféle lehetőség van: eltűnjenek a megtalált párok, vagy pedig a kártyák láthatóak maradjanak. Én itt most hagyom azt, hogy láthatóak maradjanak a kártyák és aztán ide még mindenféleket írhatok visszajelzést, nagyszerű, megtaláltad a helyes megoldást, ez nekem jó lesz, és itt mondjuk a sugónál uh, akár betehetnék linkeket is, tehát hogyha mondjuk uh, azt mondom, hogy uh, a diákok még nem biztos, hogy felfogják uh, ismerni modigliani ezeket a képeit, akkor mondjuk akár be tudom linkelni azt, azt, uh, hogy uh, hol találják ezt meg, és akkor mondjuk innen meg tudják nézni. Uh, mondjuk ezt meg is csinálom gyorsan. Azt mondjuk, hogy... Modigliani képeket akarok, akkor mondjuk egész egyszerűen ezt a keresési linket fogom itt kimásolni, és ide Beszúrni. Nyilván ezt a gyerekek is meg tudnák csinálni, de én most csak azért, hogy lássátok, hogy linket is lehet ide, azért tettem ide. És akkor rákattintok erre, hogy befejezés és előnézet. És akkor azt fogom látni, hát ugye ti most itt a gépen látjátok a felületet, tehát abszolút nem, nem volt fontos, hogy kicsire állítsam a. A képeknek a méretét, de ugye a gyerekek majd az elképzelésem szerint mobil eszközről fogják nézni, tehát ezért fontos, hogy ezek maradjanak picik, és akkor azt mondom, hogy oké, okay, ez így rendben, és elmentem ezt a tankockát. És akkor egyszerűen, hogyha erre rákattintok, akkor már is sikeresen elmentettem, és a saját tankockáim között meg is találom. Tehát, hogyha ide rámegyek a saját tankockák közé, akkor itt látom, hogy már is itt van ez a képző ez a memória. Egyébként bármikor átalakíthatom, tehát, hogyha nekem az mégsem tetszik, akkor átalakíthatom, és ami még fontos, hogy ezzel, hogy én ezt most ugye elmentettem és a saját tankockáim közé helyeztem, a tankocka még nem nyilvános. Ez most egy személyes tankocka, hogyha én nyilvánossá akarom tenni, akkor erre kell rákattintani, de erről majd később beszélek. Tehát tulajdonképpen ezt akartam megmutatni, hogy milyen nagyon-nagyon egyszerű másnak a tankockáját felhasználni. Tehát, hogyha megtaláltam azt, hogy nekem mi tetszik, akkor egész egyszerűen át tudom alakítani. Sokszor megkérdezték már azt, hogy hát hogy ezt lehet-e, mert hogy ez, ez akkor nem, nem lesz-e probléma, hogy másnak a szellemi termékét felhasználjuk, vagy ilyesmi. Hát nem, nem lesz, azért, mert egyrészt a Hogyha regisztrálunk a Learning Apps felületére, akkor azzal elfogadjuk azt a felhasználási feltételt. Hogy bárki a mi tankockánkat, amit nyilvánossá tettünk, bármikor használhatja és át is dolgozhatja. Ez egy nagyon fontos dolog. Nyilván, hogyha úgy gondoljuk, hogy nem akarjuk, hogy ez nyilvános legyen, akkor nem kell nyilvánossá tennünk, és akkor nem tudják sem használni, sem átalakítani. Én mondjuk arra biztatok mindenkit, hogy tegyük közkincsé, ha már dolgoztunk valamin, mert hogy akkor az másnak is nagyon jól jöhet. Én már szerencsére nagyon sokszor voltam olyan helyzetben, hogy mondjuk egy tankockát akartam volna csinálni, de mielőtt elkezdtem volna csinálni, megnéztem, hogy hát ha van már olyan, amit valaki létrehozott és fel tudom használni, és volt, és hát ezzel egy kis időt megtakarítottam. Hát nem sokat, mert ugye maga a létrehozás sem sok, szerencsére, de azért az még gyorsabb, hogyha találunk olyat, ami már, már nekünk jó is. Ami még fontos, és ha már itt vagyok, akkor kitérnék rá, hogy itt alul láthatjátok a kép információkat. Tehát az is egy nagyon jó dolog a Learning apps hogy tulajdonképpen nekünk nem is kell a, a szerzői jogokkal foglalkozni, hogyha a Learning Apps-nek a saját képkeresőjével dolgozunk, vagy pedig, hogyha olyan helyről keressük a, a képeket, amik legálisak és jogtisztán használhatók, mert akkor automatikusan a felület azt érzékeli, és ide teszi a szerzői jogi információkat. Tehát nekünk nem kell külön belinkelni, hogy az honnan van, hanem egyszerűen itt látható az összes, és innentől fogva teljesen jogtisztán használhatjuk ezt a képet. van -e esetleg ezzel kapcsolatban valakinek kérdése itt a chat Néha nyugodtan tegyétek fel, mert a másik gépen nézem is, de úgy látom, hogy nem. Akkor megyek is tovább. Tehát az első az volt, ugye azt mondtam, hogy az a, az a leg, a legegyszerűbb, hogyha egy, egy, már meglévő tankockát dolgozok át. És akkor most maradok ennél a, ennél a tankockánál, és ide visszamegyek, hogy ugye három lehetőségem volt, hasonló tankocka készítése, vagy új üres tankocka létrehozása, illetve a további ezzel a sablonnal készült tankockák mutatása. Most a másodikat uh, mutatom először. Tehát, hogyha azt mondom, hogy uh, én uh, egy új üres tankockát szeretnék létrehozni ezzel a sablonnal, akkor nyilvánvalóan az üres sablon létrehozó felületre jutok, és akkor kérdezhetnénk azt, hogy na jó, hát akkor mi a lényege a dolognak, mert hogy ugye ha ide kattintok, hogy tankocka készítése, akkor is eljutok erre a sablonos felületre, mert hogy innen lehet a, a sablonokat kiválasztani, hogy milyen tankockát szeretnénk csinálni, míg hogyha ugye egy másiknál vagyunk, tehát hogyha ott vagyunk, ahol az előbb, akkor, akkor is eljutnánk ide. Akkor ennek mi, a, mi a, a lényege? Hát azért van lényege, mégpedig az, hogy a, magán ezen a felületen jelen pillanatban ezek az elérhető tankocka sablonok, de természetesen nem csak ennyi tankocka van, és meg is mutatom, hogy hogyan lehet kipróbálni olyan tankockát, ami már nincsen itt, vagy hát hogyan lehet elérni olyan sablont ami nincsen már itt ezen a felületen. Hogyha az előbb ugye mondtam már, hogyha a kockalapok.hu-ról indulunk, akkor kockalapok.hu-nak van egy olyan menüpontja, hogy mint azaz mint a tankockák. És uh, itt megtaláljuk azokat a sablonokat uh, kis képekkel, amiket a, amik elérhetők a Learning Apps felületéről. Azonban, ha legördítünk, akkor látjuk azt, hogy nem csak azokat, hanem még más tankockákat is. Tehát itt vannak olyan tankockák is, amik már az eredeti sablon uh, gyűjteményben nem érhetők el. Hát ennek több oka van, uh, egyrészt uh, ez uh, nem olyan nagyon régen történt, hogy megváltozott a, a sablon oldalnak a felülete, mert hogy előtte az összes sablon elérhető volt, csak azt mondták a fejlesztők, hogy már olyan, ott olyan nagyon sok volt a, az információ, hogy sokkal jobban néz ki, hogyha ha kevesebb van, tehát hogyha ez a, ez a kevesebb és viszonylag gyakran használt tankocka, érhető csak el a felületről, úgyhogy ezért van ez így. De, mint ahogy mondtam, nyugodtan lehet a többit is használni, például innen. És az is egy nagyon jó lehetőség, hogyha a kockalapok.hu-ról indultok el, mert mondjuk ott megtetszik egy, egy tankocka, ilyen mondjuk a sorbarakós játék, ami nincsen már fönt a az eredeti felületen, tehát hogyha itt megnézzük, akkor, uh, akkor látjuk azt, hogy olyan nincsen olyan, hogy sorbarakós játék. Tehát sorbarakós játék elvileg nincs, de gyakorlatilag pedig van. Mégpedig úgy érjük el, hogy rákattintunk itt a sorbarakós játék alatt a hasonl hasonló tankocka készítésére, és hogyha már be voltunk jelentkezve egyszer, már pedig ugye én az imént be voltam jelentkezve, akkor látom azt, hogy ó, mégiscsak elérhető ez a tankocka, ez a tankocka sablon, tehát egész nyugodtan át tudom alakítani ezt a tankockát is. Itt ez egy olyan tankocka, ahol bizonyos dolgokat kell sorba rakni, mondjuk itt a legrövidebbtől a leghosszabb folyó, tehát a folyóknak a hosszát kell sorba rendezni, a legrövidebbtől a leghosszabbig, aztán utána, hogy melyik épület a legmagasabb, a, leg, a, a magasabbtól a legalacsonyabbig, stb. stb. Tehát ez egy olyan kvízjáték tulajdonképpen, ahol sorba kell rakni dolgokat, és ráadásként én azért is szeretem ezt a tankockát, mert hogy ezt lehet többen is játszani, tehát a diákok versenyezhetnek is egymással. Ezt akkor itt most bezárom. Tehát még egyszer mondom, azért jó, hogyha az ember a kockalapok.hu-ról indul, mert onnan olyan tankockákat is el tud érni, ami már az eredeti sablon felületen nincsen rajta. És akkor visszamegyek az eredeti sablon felületre, és ugye a harmadik dologról még nem beszéltem, de mondtam azt is, hogy az is jól jöhet időnként és ez volt a, ugye, itt a hasonló tankocka készítésénél a harmadik opció, ami pedig az, hogy további ezzel a sablonnal készült tankockák mutatása. Mert hogyha a ha hasonló tankocka készítésére kattintunk, akkor ugye az imént... Uh, uh, bocsánat, nem azt akartam. Szóval, hogyha... Uh, gyárt, gyárt, igen. Hogyha a további ezzel a sablonnal készült tankockára kattintunk, akkor azt látjuk, hogy most pedig minden kategóriából az összes párosítós játékot listázta nekünk. Tehát, hogyha azt mondom, hogy a, a, diákjaim nagyon szeretik az egyik típusú tankockát, akkor meg tudom nézni azt, hogy milyen fajta tankockák, vagyis hát, hogy milyen tankockák vannak ebben a, ebből a fajtából. Tehát ez ezért lehet jó és akkor visszamennék megint a tankocka készítése felületre. Tehát azt mondom, hogy miután most már mondjuk kipróbáltam azt, hogy néhány kollégának a tankockáját átalakítottam, akkor most már megpróbálhatom azt is, hogy hogyan lehet egyedül ilyet csinálni, mert hát nem lesz nehéz. Az eredeti tervem az az volt, hogy megpróbálom bemutatni az összes tankockát, hát nem tudom, hogy mennyire lesz majd időm, de igyekszem mert hogy mindegyiknél elmondanám, hogy azt is, hogy mi az előnye, illetve át, hogy hogyan is lehet használni őket. Viszont miután azt nem tudom, hogy mennyi időig fog majd tartani, ezért egyet megmutatok részletesen, és akkor utána még mindenképpen szeretnék beszélni az osztályok létrehozásáról, és aztán, ha még marad idő, akkor utána mutatom tovább a, a többi tankockát. Szóval akkor sorba megyek, az első lesz a párkereső. Rákattintok erre a sablónra, és akkor rögtön látom azt, hogy nekem fölad példákat is. Tehát azt mondom, hogy van itt egy példa, ahol úgy látom, hogy dátumokat kell összerendezni. Ez egy német tankocka, német nyelvű tankocka. Aztán a második példa, az talán fizika lesz, mert hogy az a cím, hogy rezgő mozgás, így van. Láthatjuk azt, hogy itt az a diáknak a dolga, hogy mozgásról készült videókat kell összepárosítani leírásokkal, és és a többi, és a többi. Tehát itt, itt nézhetünk további ilyen, ilyen tankockákat, és akkor ugyanígy jutunk el, mint ahogy az előbb mutattam, ugye, hogy további ezzel a sablonnal készült tankockákat lehet itt keresni. De most visszamegyek. Szóval azt mondom, hogy oké, most már értem, hogy miről van szó, mert hogy a példákat megnéztem, és akkor rá kell kattintanom arra, hogy új tankocka készítése. Először is meg kell adnom a tankocka címét. Hát most mondjuk ez az lesz, egy olyan tankocka lesz, ahol hallás utáni szövegértést kell majd a diákoknak gyakorolni. És akkor itt leírhatom a feladatot, mondjuk hallgass meg a szöveget, és keresd meg a hozzá illő mondjuk képet legyen. Mert hogy, amint látjátok, párokat, ugye itt párokat kell létrehoznunk, a párokat tulajdonképpen ötféle dolgot hozhatok össze, bármiféle, bármiféle csoportosításban. Tehát lehet olyat, hogy szöveget szöveggel, képet képpel, szöveg hanganyaghoz szintén, hanganyagot és videót. Ezek közül én most néhányat bemutatok majd. A, nyilván a szöveg az nagyon egyszerű lesz, de a képpel fogunk már már nem is nagyon emlékszem, hogy ja igen, te emlékszem, hogy mi volt. Azt mondom, hogy egy képet akarok beszúrni. A képeknél három lehetőségünk van. Ugye az egyik a kép keresése, amit már mondtam, hogy ez azért praktikus, mert hogyha itt keresek, mondjuk, mondjuk azt keresem, hogy sün, akkor Láthatom azt, hogy nem feltétlen biztos, hogy olyan találatot fogok kapni, ami sűn, mert hogy a, a kereső az nagyon sok, sokféleképpen, tehát nyilván tegek alapján keres, és nem mindig találja meg, főleg magyarul nem annyira jól tud. Itt most például a sűn az egy nagyon jó példa volt arra, hogy nem találtuk, de hogyha beírom azt németül, hogy igel, akkor nagy valószínűség szerint, nagyobb lehetőségem lesz arra, hogy megtaláljam azt, hogy igen. Igen, hogyha átalítanám a nyelvet, akkor ez most nem fog menni, akkor nem a sünd fogom, hanem mondjuk azt fogom, hogy nap. Ez egyszerűbb lesz, oké? Okay. És akkor <coughs> itt most mondjuk ez lesz a nap. Rákattintottam erre a képre, akkor ha már itt van, rögtön megmutatom azt is, hogy a képeknél, hogyha én ugye az volt a kereső szavam, hogy nap, és hát itt egy egész naplementét látok, és azt mondom, hogy nekem ez túl sok, nem akarom az egészet, hanem csak magát ezt a naprészt akarom felhasználni, akkor csak annyit kell tennem, hogy rákattintok erre, hogy szerkesztés hozzáigazítás, és már is egy nagyon egyszerű képszerkesztő felületre jutok el, ami viszont már angolul van, tehát itt már nincsen lefordítva ez a felület de azért azt hiszem, hogy hamar rá tudunk jönni, hogy így lehet levágni. Tehát akkor ezt a képet itt levágom, és azt mondom, hogy igen, nekem ez kell majd. És már is láthatjuk, hogy akkor nem az egész kép jelenik meg, hanem csak maga ott a nap, amit szerettem volna. Hogyha itt ráviszem a kurzort, akkor látom is, hogy ez a nap. Jó, és akkor ide beírhatom ugye azt, hogy Nap. Nope. Oké. Okay. A további elem, meg hozzáadásával tudjuk tulajdonképpen az új párokat létrehozni, és akkor a következő, amit, amit már előkészítettem egy kicsit, az az lesz, hogy melyik is az a kép, amire az imént nem emlékeztem. Szóval lehetőségem van innen keresni, ezt mutattam be az előbb, és itt ez azért jó, mert hogy a szerzői jogokat automatikusan figyelembe veszi a a rendszer, és hozzáilleszti a megjegyzéseket. Aztán lehetőségem van arra is, hogyha én keresek bárhol, akkor és találok egy olyan képet, amit jogtisztán használhatok, akkor annak egyszerűen a, az URL-jét ide beillesztem egy Ctrl-C, Ctrl-V-vel, mondjuk akkor ezt is megcsinálom, hogy lássuk. <laughs> Tehát akkor azt mondom, hogy mi is volt? Na, ja, még nem volt semmi. Mondjuk akkor legyen végre legyen az a sűn, mert az az imént ugye nem sikerült. Sűn. Itt akkor ugye, hogyha a Google keresővel keresek, akkor ne felejtsem el a, az eszközöknél a felhasználási jogokat beállítani. Itt ugye négyféle lehetőségünk van. Én most azt fogom, hogy újra felhasználható és módosítható legyen, bár nem fogok rajta módosítani, de mondjuk most ez lesz. Jó, és akkor azt mondom, hogy hát nekem mondjuk ez a wikipédiás kép tetszik. Akkor uh, megkeresem ezt a képet, és már is itt látom. És a link címét másolom, és beillesztem ide. És ezt a képet felhasználom. Tehát már is látjuk, hogy itt van a sűn. És akkor uh, most nem szöveget fogok ide tenni, hanem azt mondom, hogy uh, van egy olyan lehetőség is, hogy szöveg hanganyaghoz. Ennek az az egy szépség hibája van, hogy sajnos itt még magyarul nem tud a dolog. Tehát, hogyha mondjuk én a sünt németül akarom használni, akkor ugye beírom azt, hogy igel, és itt át kell állítanom a nyelvet arra, Am, a, amilyen nyelven végül is az automatikus felolvasó e, működni fog. És hát amint látjátok, ez most jelen pillanatban még csak hat nyelvet tud, viszont ezeket elég jól, úgyhogy ezeket e, érdemes használni nyelvtanároknak. Én is sokszor használom. És akkor e, itt tulajdonképpen az lesz, hogyha én erre rákattintok, akkor e, elvileg hallani fogjátok, igen, hát nem fogjátok hallani, de én hallottam azt, hogy igen, tehát, hogy kimondta a szót maga az automatikus szövegfelolvasó. És akkor még a harmadikról nem beszéltem, úgyhogy akkor még egy elemet hozzáadok, ami megint csak egy kép lesz. Láthatjátok, hogy ugye erről a kettőről már beszéltem, és akkor a harmadik az pedig húzza ide a képet, vagy kattintson ide. Tehát simán be tudom tallózni azt a képet, amit már előkészítettem. Tehát én itt egy ilyen állatos képet választottam, és itt fel tudom tölteni. Itt ez fontos megjegyeznem, hogy ide kis van írva egyébként a rendszer, kiírja, hogy a képet ide töltjük fel imgur.com ami egy kép képosztoló oldal, és hogyha ide feltöltöttük a képünket, az fontos tudnunk, hogy onnantól fogva bárki számára elérhető lesz, tehát hogy ide csak olyat töltsünk föl, ami vagy a saját képünk és mondjuk szívesen közé tesszük, vagy pedig megjelejük a, a szerző, szerzőt, mert hogy az is egy fontos dolog, hogy a, elfogadjuk azt, amikor regisztrálunk az oldalra, hogy tiszteletben tartjuk a szerzői jogokat, és minden, minden egyes tankocka létrehozója önmaga felelős azért, hogy milyen tartalmakat tesz bele egy tankockába. Tehát ezt fontos tudnunk, hogy itt nem a, a Learning Apps a felelős ezért, hanem mi vagyunk a felelősek, hogy jogtiszta képhang és videóanyagokat használjunk. Tehát akkor feltettem ide azt, és akkor mondjuk itt azt mondom, hogy ez itt az lesz, hogy állatok. Jó, és akkor uh, még mindig vannak lehetőségeink. Tehát ugye a szöveget azt már láttátok, a képet láttátok, szöveg a hanganyaghoz azt láttátok, uh, ahol ugye sajnos uh, nem magyarul nem tud, de, de mondjuk németül, angolul és még négy nyelven tud, úgyhogy az nem rossz. Viszont amint láthatjátok, van még két kategória, az egyik a hanganyag, a másik pedig a videó. Ennél azt kell tudni, tehát először mondjuk az elsőt próbáljuk ki a hanganyagot. A hanganyag úgy fog ide felkerülni, hogy hogy a, a, a YouTube-ról használja igazából a rendszer, tehát eleve tudok én itt keresni egy bármiféle hangot, ami egyben nyilván videó is lehet, de lehet hang is, vagy pedig belinkelem, vagy pedig itt a hanganyag felvételére kattintunk, akkor az fontos, hogyha a flash aktiválva van, akkor akár például én itt uh, valamit hozzá is tehetek, ami nem fog egy rögtön megjelenni, úgyhogy uh, azért megmutatom. Tehát a felvétel, uh, oké, okay. tehát itt látható, hogy uh, 10 perces hangot tudok ide fel felvenni. Most ugye beszélek, ezt felveszi, 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 és aztán most leállítom, ezt vissza tudom játszani. És hogyha pedig mentem, ezt akartam még nektek megmutatni, hogy lássátok, tehát hogyha felvétel mentésére kattintok, akkor megint csak nagyon fontos, hogy nem a Learning App tárolja ezeket hanem a YouTube, tehát a YouTube-ról fogja belinkelni. Ide is van írva, olvasható, hogy a feltöltés eltarthat egy ideig, a felvételt a YouTube a következő néhány percben feldolgozza, de nem ezt akartam mondani, hanem ezt, hogy a felvétel a Learning Apps YouTube fiókjába kerül, és nyilvánosan nem listázzák. Jó, tehát, hogy igazából ott lesz fent a YouTube-on, de nem lesz listázva, de az fontos, hogy itt megint csak mi vagyunk a felelősek a a szerzői jogoknak a tiszteletben tartásáért. És akkor, ha ide kattintok, akkor ez elvileg most itt föl is fog menni hamarosan. Igen, és akkor már itt is van. És ha ide rákattintok, akkor meg is hallgathatom. És látjuk, hogy ide fölkerült. Hát ezt most itt nem nézzük meg, de egyébként működik. <laughs> Oké. Okay. Uh, igen, és akkor még ide írom azt, hogy valami, mert ez most nem lényeges számunkra. Oké, okay, és akkor ugyanez a videóknál, azt azért megmutatom, mondjuk nem úgy, hogy csinálok, de egyébként itt is fel lehet venni, tehát az, ahogy az imént a mikrofon megjelent, ugyanúgy uh, a képrögzítő is megjelenik, és uh, egy mozgóképet is fel lehet venni vele. Viszont itt mondjuk azt mondom, hogy uh, én keresek. Uh, Mondjuk, ha már maradunk a németnél, akkor beírom azt, hogy fölgel madarak. És akkor mondjuk itt találtam egy olyat, ami szép színes madarak és az ő hangjaikról szól. Ezt egyébként, ugye látjátok, hogy itt van ilyen is, hogy hozzáigazítás. Lehetne lehet azt is, hogy nem az egészet akarom mondjuk, hanem csak egy részét, de meg is mutatom, mert nem nagyon bonyolult. Tehát azt mondom, hogy ez egy 11 perces videó, nekem nem kell az egész, csak mondjuk az első két perc, akkor beírom, hogy kettő perc, és akkor a kivágás alkalmazásával már is csak egy ebből a YouTube videóból csak két percet fog lejátszani, amit itt láthatunk. Láthatunk is, hogy csak két percig tart. Csak ha rámegyek a kurzorral, akkor rá Tehát láthatjuk, hogy két perc, öt másodperces. Jó, és akkor ide pedig odaírom, hogy madarak. Jó. Oké, ennél a tankockánál, ugye ez egy párkereső, ennél a tankockánál az is egy lehetőség, hogy nem csak a párok lesznek, ott, hanem további, de a megoldáshoz nem tartozó elemeket is teszünk hozzá. Ez azért jó, mert hogyha csak, csak azok az elemek vannak, amik ugye párok, akkor az utolsó kettő az már nem kihívás igazából. Tehát, hogyha én nagyon pontos akarok lenni, és didaktikailag helyesen akarom csinálni, akkor mindenképpen még azért valamit ide kell rakni. Mondjuk egy madarat fogok odarakni. Mondjuk ezt. És akkor már is itt van. A következő választási lehetőségem van, hogy az összeillő párok eltűnjenek, vagy pedig megmaradjanak. Ezt azért érdemes átgondolni, mert hogyha azt, azt választom, hogy az összeillő párok eltűnnek, akkor eh, igazából utána már ugye nem tudok mit csinálni, tehát sem a diák, sem, hogyha közösen csináljuk, akkor már nem látjuk a, a jó párokat, és nem nem tudjuk megbeszélni, vagy eh, még egyszer tudatosítani, hogy ez azért volt jó, mert... Eh, viszont, eh, hogyha azt gondolom, hogy már hogy elég sok, eh, eh, elég sok párt raktam föl erre a tankockára, akkor sokkal jobb lenne, hogyha eltűnnének ezek akkor, amikor megtalálta a diák a, a helyes párokat, akkor azért érdemes ezt választani. Én, az, én legtöbbször ezt szoktam választani, hogyha nem akarunk vele semmit csinálni utána. Oké, tehát itt most azt választottam, hogy az összeillő párok eltűnnek, és akkor rákattintok erre, hogy befejezés és előnézet. Igen, itt, is itt közben nézem, hogy Dóra tett fel egy kérdést, illetve hát egy hozzászólást, hogy igen, ez fontos tudnunk, hogy a jogtiszta kép felelőssége az a, az a miénk, úgyhogy ez fontos tudnunk. Hát nem tudok róla, hogy valakit büntettek volna emiatt egyébként, de ettől függetlenül ugye az nem jelenti azt, hogy ilyet szabad csinálni, tehát amennyire csak lehet törekedjünk arra, hogy, hogy jogtiszta képeket használjunk, illetve ugye azért nagyon sokszor belefutunk abba a dologba tanárként, szerintem ezt mindenki tudja, hogy hogy nem tudjuk másképp megoldani a dolgot, tehát hogyha mondjuk egy olyan képet akarok megmutatni a, a diákoknak, és felhasználni a tankockába, amit amit a, az interneten meg tudok találni, de ugye nem használhatom jogtisztán, akkor nyilván egy olyan lehetőségem van, hogy nem teszem közkincsé a, a tankockámat, tehát nem osztom meg, és akkor onnantól fogva tulajdonképpen az csak olyan, mint hogyha a a gépemen tárolnám, de nem csinálnék vele semmit. Mondjuk nem vagyok szerzői jogász, úgyhogy ebben nem mennék bele, hogy, hogy ez, ez, így legális vagy nem legális, és azt gondolom, hogy, hogy megoszlanak róla a vélemények, de minden esetre, hogyha, hogyha egy nyilvános tankockát hozunk létre, akkor ott azért ügyeljünk erre mindenképpen. Jó, és akkor itt rá megyek a tankocka mentésére. És akkor láthatjuk, hogy létrejött ez a tankocka. És akkor azt mutatom még meg itt, ha már itt vagyunk, hogy, a, hogy mennyiben fog megváltozni ez a felület, hogyha nyilvánossá tesszük a tankockánkat. Tehát most még nem nyilvános a tankocka, ott van a saját tankockáink között, de ez egy személyes tankocka, csak akkor látják a, a diákok, vagy hát bárki, hogyha a linket átküldjük neki nekik, és hát láthatjuk, hogy három lehetőségünk van, plusz egy QR kód, tehát összesen négy, van egy olyanunk, hogy weblink, nyilván ez simán a tankockának a linkje, aztán van egy teljes képernyős link, ez csak uh, uh, Annyi a különbség, hogy nem lehet látni ezeket a dolgokat itt, tehát fejlécet meg ilyesmit nem lehet látni, csak magát a tankockát látjuk, és hát be is ágyazható egyébként, amelyik oldal támogatja az iframe-et, az be lehet, be lehet ágyazni a tankockát. És hát minden egyes tankockának, akár nyilvános, akár személyes, van egy QR-kódja, tehát azzal a legkönnyebb eljuttatni mobil eszközökre a tankockát. És akkor most ezt nyilvánossá teszem, hogy lássátok azt is, hogy mennyiben fog majd ez megváltozni, és majd utána beszélek még itt a probléma jelentéséről. Tehát azt mondom, hogy ez a tankocka legyen nyilvános, mert teljesen csak jogtiszta anyagok vannak benne. A címe ugyanaz marad nyilván. Itt választanom kell egy kategóriát mindenképpen, tehát nem tudom úgy nyilvánossá tenni a tankockát, hogy nincsen, nincsen kategóriába sorolva. Hát... Ezt nyilván majd törölni fogom, tehát tulajdonképpen most teljesen mindegy, hogy hova teszem, mondjuk a filozófiába. És uh, itt uh, azt is mindjárt megmutatom, hogy uh, bizonyos uh, kategóriák, van vannak a kategóriák, bizonyos kategóriákban pedig nem, vagy nagyon kevés. Itt azt látjuk, hogy ha a filozófiába rakom, akkor itt csak az etika van, vagy pedig adhatok hozzá új kategóriát. De most átmegyek akkor egy másikra, mondjuk legyen ez a, a magyar, mert hogy itt jól meg tudom mutatni, hogy a magyarnál mennyi sok a kategória van. Tehát itt pedig rengetegféle a kategória van és sokat kérdezték, sokszor kérdezték már, hogy hogyan kerülhet bele egy, egy újabb alkategória. Hát amint láthatjátok, úgy, mint például ez a T alkategória. Ugyanis ez egész egyszerűen az alkategóriák úgy jönnek létre, hogy a, a, a felhasználók, a tankocka létrehozói hoznak létre egy új kategóriát, és hogyha már bizonyos számú tankockát betett valaki abba a kategóriába, lehet, hogy mondjuk ebbe a T-be csak ez a kollega tette bele, aki így hozta létre azt, hogy T, vagy csak véletlenül hozta létre, az is lehet. Minden esetre valószínűleg véletlenül, vagy direkt, de többet több tankockát tettek már be ebbe, a tank, ebbe az A kategóriába, és azért jelent itt meg. Tehát, hogyha mondjuk én itt létrehozok egy olyat, hogy vicces, akkor ez ez még nem, nem fog uh, itt uh, megjelenni csak az enyémben. Tehát itt látható, hogy hogy a vicces az itt lesz, de egyébként a többi, uh, tehát hogy a többiek nem fogják látni, csak hogyha már nagyon sok tankockát beletettem abba, hogy vicces, de ezt majd törölni fogom, illetve hát igen. Oké. Okay. És akkor uh, uh, lehet hívószavakat, szavakat, azaz be lehet tegelni a tankockákat, én ezt most kihagyom ki kell választani, hogy milyen korosztálynak való. Iskola elő, ez igazából a korosztály szerinti szűrés ez fontos, amit ugye itt a jobb felső sarokban láttunk. Tehát azt mondom, hogy ez mondjuk legyen egy felső tagozatos, meg egy alsó is, tehát lássátok azt is, hogy több lehetőségünk van, akár mindegyiket bepipálhatom. És van egy olyan menüpont is, ez régen egyébként nem volt, csak miután most már szerencsére a magyar kollégák nagyon-nagyon szorgalmasak, és nagyon sok tankockát létrehoztak. Ezért megjelent ez a, az, az opció, hogy a tankocka különlegesen hasznosként történő benyújtása, és hogyha ezt is kipipálom, akkor fog majd megjelenni a válogatás a tankockák között menüben, nem automatikusan hozzáteszem, mert szerencsére a tankockáknak van egy minőségbiztosítása is, tehát nem csak nem csak uh, gépi ellenőrzésen mennek keresztül, hanem, uh, uh, hanem valóságos emberek is uh, megnézik a tankockákat. Nyilván nem úgy, hogy, uh, tehát, hogy nem tartalmilag ellenőrzik, hanem uh, olyan lehetőség van csak, hogy uh, hogy mondjuk az a, az a tankocka az jónak tűnik, vagy semleges, vagy rossznak tűnik, és akkor ez alapján uh, tulajdonképpen a rendszer előre sorolja azokat a tankockákat, amelyek jónak tűnnek. Az nem jelenti azt persze, hogy egyébként nincsen bennük hiba, de jónak tűnnek. És akkor mindjárt megmutatom azt is, hogy mi történik akkor, hogyha hibásnak találjuk. Tehát azt mondom, hogy ez most itt lesz, ez most nem lesz különlegesen hasznos, mert úgyis törölni fogom, úgyhogy rákattintok arra, hogy űrlap elküldése. És akkor már is látjátok, hogy megváltozott egy kicsit a felület. Mégpedig lehetőség van értékelni a tankockát, és egyébként, hogyha értékeljük a tankockát, akkor a, akinek a tankockát értékelték, az kap is egy üzenetet arról, hogy valaki valahány csillagosra értékelte az ő tankockáját, mondjuk itt. Nyilván a sajátomat nem tudom értékelni. És a megjelenik az, hogy ki készítette a tankockát, és hogy melyik, melyik kategóriában van, és akkor ugyanúgy látjátok a weblinket, a teljes képernyős a beágyazást, illetve magát a QR kódot is. És hogyha a probléma jelentésére kattintunk, akkor azt láthatjuk, tehát hogyha ezt akkor kell használnunk, hogyha mondjuk találunk egy tankockát, amiben valami hibát vettünk észre, és akkor lehetőségünk van a következőkre. Hogyha uh, javaslatunk van formai javításokra, például nem jó benne a nyelvtan vagy a helyesírás, akkor megtehetjük ezt tartalmi kiigazításra vagy kiegészítésre. Aztán hiányzó médiát uh, jelezhetünk, mert uh, előfordulhat, hogy mondjuk valaki egy YouTube videót belinkelt, uh, vagy egy képet feltöltött valahonnan, és azt ugye törölték, akkor nyilván itt sem fog majd uh, megjelenni. Aztán uh, a, tek, a tankockának a technikai problémáját is jelezhetjük, vagy hogyha nem, tart, nem kívánatos tartalom, vagy visszaélés, visszaélést látunk, akkor ezt is jelezhetjük, illetve szerzői jogi problémákat is jelezhetünk itt. Jó, mondjuk én itt egy szerzői jogi problémát fogok jelezni, ide beírhatom a nevemet, az e-mail címemet, és mondjuk azt írom, hogy bocs, de ez az én képem, és akkor ezt el tudom küldeni, és meg fogja kapni majd az, akinek elküldtük. Uh, ilyet még nem csináltam, hogy magamnak küldtem volna, de igen, látható, hogy ez nem is megy. De a felület megnyílik, úgyhogy uh, nyilván, hogyha itt... Uh, ja, uh, nem töltöttem ki a mezőket. Igen, akkor kitöltöm, és akkor úgy tűnik, hogy magamnak is tudok majd küldeni. Elküldöm, hogy azért lássátok, hogy ez tényleg megjelenik. Hát, nem. Akkor mégsem. Igen, magamnak mégsem tudom elküldeni. Ezt még nem próbáltam, úgyhogy most már ezt is tudjuk. Oké, szóval akkor igazából ezt a tankockát ezt elég részletesen bemutattam, és jól gondoltam, hogy nagyon sok időm nem lesz már a többire, de azt gondolom, hogy nem is, nem is nagy gond, mert hogy tulajdonképpen ugyanezt végig tudjátok csinálni az összes tankockánál, tehát azt gondolom, hogy mindegyik nagyon, nagyon, egyszerűen, mindegyik sablon nagyon egyszerűen megtölthető tartalommal, úgyhogy érdemes kipróbálni. Hogyha bármi történik, tehát hogyha létrehozol valami olyat, ami, ami nem volt jó, akkor semmi nem történik, semmi baj nem történik, mert egyszerűen csak itt ugye ki lehet dobni. Tehát rámegyek, és azt mondom, hogy kuka, azaz a tankockát törlöm, itt uh, általában fel, illetve, uh, itt felhívják a figyelmünket arra, hogy uh, ezt a tankockát már nyilvánosságra hozták, és más felhasználók is használhatták már. Ennek ellenére töröljük a tankockát minden felhasználótól. Hát én itt most törölni fogok majd, de ez azért fontos, hogy lássátok, mert. Uh, Hogyha valamit feltettünk, ugye az internet nem felejt, ezt nagyon jól tudjuk, hogyha valamit feltettünk, és valaki már abból létrehozott egy saját tankockát, ugye a sablonnak a használatával, akkor onnantól fogva, hiába töröljük le, nála megmarad. Tehát a saját fiókunkból ugyan töröl, törlődni fog, de nála megmarad. Oké, most törlöm, és akkor látjuk, hogy el is tűnt. Jó, és akkor még azt megmutatnám itt, hogy itt milyen lehetőségeink vannak. Természetesen ha rámegyünk, tehát itt ezen a felületen a saját tankockáink felületen, ugye nyilván létre tudunk hozni mappákat, azt láthatjátok, aztán, hogyha itt rámegyek a, a kurzorral, akkor látjuk azt, hogy a tankockát át tudom dolgozni, az előnézeti képet meg tudom változtatni, át tudom helyezni mappába, meg tudom nézni a, a megtekintési statisztikáit, illetve át ugye törölni tudom. Hát én most ezt törölni fogom, mert ezt csak úgy létrehoztam. És ugye látjátok, hogy miután ez nem volt nyilvános, itt nem is írja föl azt, hogy vagy nem is írja ki azt, hogy ezt már valaki használhatta. Akkor ezt most törlöm is, és akkor innentől fogva már nem beszélek a tankocka sablonokról, hanem gyorsan még az osztályokat szeretném bemutatni. Mert hogy azért az is egy nagyon jó ebben az egészben, hogyha hogyha regisztráltunk, akkor lehetőségünk van osztályokat is létrehozni. Az osztályok létrehozása nagyon-nagyon egyszerű. Mutatom is rögtön. Azt mondom, hogy próba osztály. Ez lesz az osztályom, és rákattintok erre, és már is létrehoztam az osztályt. Ennyire egyszerű. Viszont ugye láthatjuk azt, hogy ez itt üres, tehát nincsenek benne diákok az osztálymappát, érjük el a statisztikát, és még a belső levelezést, illetve törölhetem az osztályt, de a tanulói fiókokat mutatom akkor meg. Ugye ez itt egy üres, tehát azt mondom, hogy most akkor fel kellene tölteni az osztályt diákokkal. Erre két lehetőségem van. Az egyik az, hogy tanulói fiókot hozok létre, másik pedig, hogy meghívok tanulót. Először a tanuló meghívását mutatom. Hogyha erre kattintok, hogy tanuló meghívása, akkor nagyon egyszerű, kapunk egy linket, amihez egy QR kód is jár, tehát mondjuk a diák ilyen egyszerűen be tud kerülni az én osztályomba, ha már van neki egy fiókja, hogy rákattint erre a, vagy beolva, vagy rá erre a linkre, vagy beolvassuk ezt a QR kódot, és bekerül az osztályba. Ez akkor lehet fontos, hogyha azt szeretnénk, hogy mondjuk van egy osztály, az 5. osztály, akinek a magyar tanító kollega létrehozott már egy osztályt a Learning Apps-en, tehát az ő fiókjában van egy 5. osztály, akiknek ő magyar tanít. Hogyha a földrajzos, ötödikben nincs földrajz, a matekos is szeretné használni ezt az osztályt, úgymond, tehát hogy szeretné azt, hogy az ő, ő tankockái is megjelenjenek ezeknél a diákoknál, akkor nem kell újra létrehozni egy osztályt hanem ezt a fajta lehetőséget kell választania. Tehát vagy átküldi a diákoknak a magyaros a nőtől kapott linket, ezt itt fönt, vagy pedig ugye beolvastatja a QR kódot, és már is bekerülnek az ő osztályába is azok a diákok. Akinek ez így túl gyors volt, vagy bonyolult, az természetesen a kockalapokhu megtalálhatja. A gyakran ismételt kérdések között teljesen részletesen le van írva ez, a, ez az menet. Jó, és akkor visszamegyek, tehát ezt csak ezért mondtam el, hogy így lehet meg, meg, meghívni tanulókat. Viszont ugye, ha nekünk még nincsen, akkor itt rá kell kattintanom, hogy tanulói fiókok létrehozása. Itt egyszerűen a, a, beírom a nevét, mondjuk példa Peti. Mondjuk a keresztnévvel kellene kezdenem. És akkor a felhasználó nevet és a jelszót az nem nekem kell létrehozni, hanem csak ide rá és neki már is létrehozott egy felhasználó nevet és egy jelszót a rendszer. És akkor itt a következő, akármi, akármi, és már is láthatjuk, hogy mindegyiket létrehozza maga a rendszer, és hogyha... Készen vagyok, akkor elmentem, de természetesen importálhatok én neveket, tehát hogyha mondjuk sok felhasználónak akarok létrehozni fiókot, akkor, akkor nem kell beírnom őket egyesével, hanem tudok importálni is, ide le van írva, hogy hogyan, tehát Excelből is lehet egész egyszerűen soronként vezeték és keresztneveket kell, és akkor onnantól fogva már is megjelennek ugyanúgy, mint az, ahogy beírtam őket kézzel. Van-e határa a létrehozható osztályok számának? Hát én nem tudok róla, ez az igazság. Még nem találkoztam olyan problémával, hogy valaki szólt volna, hogy nem tud, nem, tehát, hogy nem tud már új osztályt létrehozni. De megkérdezhetem a fejlesztőket. Nem tudok róla, hogy lenne. És ha már itt a fejlesztőket szóba hoztam, akkor azt is gyorsan elmondnám, hogy valóban az is egy jó lehetőség, hogy tulajdonképpen tudunk úgyis technikai segítséget nyújtani, hogyha mi, ha mi magunk nem tudjuk a választ, mert hogy kapcsolatban vagyunk a svájci fejlesztőkkel, és bármilyen kérdésünkre tényleg pár órán belül válaszolnak, úgyhogy akár meg tudom ezt is kérdezni, Noémi. Hogy tudom megváltoztatni a tavalyi első osztály nevét másodikra? Hát nagyon egyszerűen, ezt itt most elmentem, és akkor rögtön azt is megmutatom, hogy hogyan tudom megváltoztatni. Tehát akkor ugye van már nekünk egy ilyenünk, hogy próbaosztály, itt lehet a statisztikát megnézni az osztálymappán, de ez most nem lényeges számunkra, hanem akkor visszamegyek ugye az osztályaim közé, és a próbaosztálynak a nevét megváltoztatom, mégpedig nagyon-nagyon egyszerűen rákattintok és átírom. Átírt osztály. Név. És akkor ennyi. Jó, tehát csak bele kell kattintanom, és automatikusan uh, már is látjátok, hogy átírta. Oké. Okay. Hát uh, én azt gondolom, hogy uh, a leglényegesebb dolgokat elmondtam. Amit még, még esetleg gyorsan megmutatnék, az a statisztika, tehát itt az osztályoknál még az egy jó lehetőség, hogy meg tudom nézni azt, hogy ez már egy régi osztály, és úgysem használom őket, meg tudom nézni azt, hogy, hogy mennyi, mennyi tankockát készítettek, mennyi tankockát csináltak végig, tehát játszottak végig, mennyi idő alatt csinálták meg, hogyha zöld pipa van, akkor azt látom, hogy, hogy mikor oldotta meg, és hogy hány másodperc alatt, hogyha piros, akkor azt látom, hogy megnyitotta, de nem csinálta meg hibátlanra, és hogyha kék színű, akkor nyilván nem dolgozott még rajta. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezek voltak a leglényegesebb dolgok. És akkor van egy belső levelezőnk, ezt még így gyorsan megmutatom, de ez tényleg nagyon egyszerű. Tehát egy címet és egy üzenetet lehet elküldeni az osztály minden tagjának, vagy egyébként egyesével is lehet és akkor ennyi. És most pedig törlöm ezt az osztályt, hogy azt is lássátok, felhívja a figyelmet, hogy biztos akarom-e, mert hogy az összes benne levő fiókat ezt felszabadítja, és ezt most én meg is fogom tenni, úgyhogy már is töröltem. A statisztikából nem lehet törölni. A statisztika azokra a tankockákra vonatkozik, amit a diákok megnyitottak, illetve hát, amit én betettem az osztálymappába. Tehát azt nem látom, hogy ő csak úgy önszorgalomból miket csinált meg, hanem csak azt látom, hogy amit beraktam az osztálymappába, azok közül ő megcsinálta el a tankockákat. A tanulók jelszavai, kódszámai mire voltak használhatók? Hát az igazából s, arról nem beszéltem, tehát hogy a jelszó az azért fontos, hogy tehát, hogyha, ha mi hozzuk létre a, a, diákot, a diáknak a fiókját, ez azért fontos, mert hogy nyilván ugye miután ez egy ingyenes alkalmazás, bárki bármikor használhatja, és regisztrálhat is, de hogyha diákokkal használjátok, akkor mindenkinek azt javaslom, hogy hozzátok létre ti a, az osztályokat és a diák fiókokat, mert hogy így korlátozott a diáknak a fiókja, ami csak annyit jelent, hogy ő maga nem tud, lét, nem tud nyilvánosságra hozni tankockát, tehát nem tudja a tankockákat betenni a közösbe, és így nem kerülhet bele hibás tankocka a rendszerbe a mi oldalunkról. Viszont, hogyha mondjuk csinál egy tankockát a diák, és az, az szerinted is jó, vagy mondjuk nem volt jó, de te kiavít, vagy hát kiavítottátok, megmondtad neki, hogy mi nem jó benne, és ő kiavította, akkor a tanár azt már nyilvánosságra tudja hozni. Tehát ez igazából egy ilyen lépés annak a biztonságára, hogy, hogy ne kerüljön bele sok hülyeség a rendszerbe. ha a diákoknak odaadjuk a felhasználó akkor be tudnak lépni ebbe az osztálymappába, és tudnak rajta dolgozni. Nem, a saját, a saját fiókjukba lépnek be, és ott látják a, a tanár, vagy a tanároknak a mappáit. De egyébként igen, és akkor úgy tudnak dolgozni. A diáknak csak felhasználói neve látszik, amiből nem jön rá, hogy ki is ő, akkor én meg tudom adni a teljes nevét. Hát ö, hát miután a, a diákfiókat mi, mi hoztuk létre, tehát hogyha mi hozzuk létre a diákfiókat, akkor tudjuk, hogy ki ő. Ki nem tudom, ez így érthető -e. A diák ugyanazon az oldalon lép be, ahol mi. Tehát a learningapps.org-on. Amíg van kérdés, nyugodtan tegyétek föl, és szerintem lassanként lejárt az időm is, úgyhogy én megköszönöm mindenkinek a figyelmet, és természetesen a tankockapocsban is elértek minket, vagy a kockalapokhu keresztül is. Lehet minket keresni bármikor, nagyon szívesen segítünk. Köszönjük szépen az előadást! Kiváló volt, én mondtam előre, hogy kiváló lesz, nagyon szépen köszönjük, és várunk mindenkit a következő előadáson is, ami csütörtökön lesz.